start, elindult a verseny, Love Forever ott hagyott jó néhány hozta startnál, jól indult egyébként a mezőny, és Antilopa kezd a leggyorsabban, ő megy el talán vezetni, de Kraken ott van mellette, és nagyon szorosan a vezető lovakhoz, Wayne Hope, a Georgievnek a lovai fejfejt, hárman is együtt, amikor elhagyták az átjárót, Wayne Hope-nak voltak problémái, és egy picit visszaesett, összességében egyébként jó versenyt látunk egyelőre, a mezőny végéről Love Forever megpróbálja megkezdeni a zárkózást majd a falon, a mezőny végén pedig Tornádot Twister színeit látom. Nagyon-nagyon jól együtt galoppozik a három évesek mezőnye. Marlon egy kicsit púlózik. Marlonnak tavaly nem sikerült a nagy díjban a startja. Most nagyon jól ott van a vezető lovak mögött, és van előtte ló, arra tudja tenni a lovas a lovat. Ő púlózik egyébként a legjobban. Love Forever három hossza leszakadva, a többiek viszont nagyon jól együtt, és továbbra is Antilopa az, aki vezet és diktálja a tempót. Jön azonban Wayne Hope egészen kívül, középen pedig Kraken, egészen kívül pedig Tornádot Twister. Jön az utolsó 400 méter, a lovak megérkeztek a befutó egyenesre, nagyon jól együtt az egész mezőny. Wayne Hope a sorozatnyerő átveszi a vezetést. Wayne Hope, aki eddig még minden versenyt megnyerte Pozsonyban vezet, de szívós ellenfele Antilopa, az istállótárs Antilopa ott van mögötte, és most már átveszi őtől a vezetést, a verseny irányítását. Marlon kívül próbál talán belendülni, és a falon is lesz majd még egy nagy roham, amikor Turn Me On érkezik a falon. Turn Me On, vagy Antilopa. Antilopa megnyeri a versenyt. Antilopa győztes. Turn Me On a második. Ebben a futamban is Marlon érkezik majd, vagy érkezhet majd meg a végén.